Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Gabriella nővért és a társait. Itt vagyunk Farkas Edit emlékszobájába, és én nagyon-nagyon hálás lennék, hogy a Farkas Editről és a most megünnepelt 115 évről egy pár gondolatot megosztanának velünk. Hát én Cecília nővér vagyok, akkor kezdeném ezt a beszámolót, mert én vagyok a levéltáros, meg a történelmünk kutatója, és hát talán ebben az emlékszobában én voltam legtöbbször eddig. Egy kültagunk, Herman Andrea is annak szobrászművész testvérével, Zsoltal állítottuk össze, amikor ide visszajöttünk az anyaházunkba, és így a legkedvesebb emlékeink itt vannak, amiket részben a szerzetes rendek szétszórtatása után széthurcolt emlékekből össze tudtunk gyűjteni. Két fő iránya van ennek a szobának, mivel hogy társulatunk legfőbb pártfogója az életében, Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök volt, ezért ennek az emlékszobának egy része az a Prohászka Ottokár fényképe egy-két tárlóban az ő tőle megőrzött tárgyi emlékek vannak. És azon kívül Farkas Editnek a saját íróasztala felette van egy kép, ez a központi része ennek az egész emlékszobának, mert egy kritikus időszakban, 1922-ben Jézus Szent Szívének képének ajánlotta fel a társulatunkat, az egész társulatot alapító anyák. Nálunk ugyanis a Szentlélek kultusza mellett igen nagy a Jézus Szent Szívének tisztelete. A tabernákulumunkon is, ahogy láttuk a Szent Misét, az ábrázolás mutatja, hogy a Jézus Szent Szívére mutat, mint Krisztus király, és hát így fölötte pedig a Szentlélek szimbólum, ami itt is látható, és így nagy egységben hát imádjuk Isten, és a Szentlélek már Farkas Edit alapító anyánknál is egy központi gondolat volt, azt mondta, hogy életemben a principium vitorval nincs, az éltető elv maga a Szentlélek. Mikor azt mondta, hogy én egy szentírással a kezemben és hónom alatt annak egyházi magyarázatával az egész szociális víziót vállalom, akkor nagyon szépen jelezte azt, hogy egy meghatározott krisztusi elv szerint szeretné felépíteni és továbbvinni az egész közösségi szellemet. 1908-ban, ha jól számolok. 1908-ban alakult a közösségül. És ő a civil életéről valamit tetszik mondani nekünk Farkas Editről? Igen. Azt szeretném elmondani, hogy nem véletlenül ma rendeztünk egy nagy emlékünnepséget, amire szeretettel kértük Csaba testvért és kedves társait is, hogy jöjjenek-e. Hát, fényesebbé tenni ezt az ünnepségünket, mert hogy Szent Erzsébetet választott a Farkas Edit a fővédőszentünknek, és erről tudnunk kell, hogy már egészen fiatal korában annyira követni akart a Szent Erzsébet példáját, hogy a visszaemlékezések szerint a várbeli szegényeknek maga gyűjtötte azokat az adományokat, amiket összegyűjtött, és saját kezőleg mosta meg például a koldusoknak a lábát, így húzta fel a zoknit, a cipőt a lábukra, tehát annyira megragadta őt a Szent Erzsébeti szellem, hogy annak ellenére, hogy nagyon jó módú egyetlen gyermeke volt egy miniszteri tanácsosnak, aki a várbeli kormányhivatal fordító osztályának az elnöke volt, de főleg a családjában nagyanyáitól kapott mély vallásos szellem, azután a Mátyás templomban kapott papi és egyéb tanítások, lelki gyakorlatok hatásai teljes mértékben kimunkálták benne azt az elhatározását, hogy annak ellenére, hogy élhette volna korabeli, jómódú lányoknak az életét minden szempontból, teljesen
180 fokos fordulattal, hogy így mondjam, a szeretet szolgálatának, egy karitás szolgálatnak szentelt az életét, méghozzá nem csak egy szűk réteg, hanem az egész magyar társadalom számára. És amikor megalapította 1908-ban mi közösségünket, akkor annyiban volt új, hogy az egész társadalomra kiterjesztette ezt a szegényeknek a lélek mentésében betöltött szolgálatát, mert úgy gondolta, hogy ez az ő lelki iskolájából olvasható, hogy nagyon praktikusan gondolkodva az éhes embernek nem lehet evangéliumot hirdetni, tehát ő mindenképpen teljes erővel a radikális életnek a legnagyobb szükségletét vette észre, hogy kenyeret, hajlékot, állást kell biztosítani azoknak a veszélyeztetett helyzetű nőknek, akik különben elkalódhattak volna, mert olyan társadalmi helyzet volt a 19.-20. század fordulóján, amelyben megszűnt a falusi gazdálkodásnak a kenyéradó lehetősége, mivel hogy megjelent az ipar, a bankok, a kereskedelem, a tőkések, és ez nagyon elszippantott a vidékről az embereket, és ezzel együtt járt a nők helyzetének megváltozása, amíg vidéken a családi zárt közösség teljes biztonságot adott a megélhetésükhöz, addig, amikor városba kellett jönniük munkát keresni, akár mint gyári munkásnők, akár mint cselédek, nagyon sok veszélynek voltak kitéve, és ezt felismerte Farkas Edit, és amikor belépett, mint tanárnő, mert nagyon vonzott a gróf Pálfi Pálné által megalapított nővédő egyesület, akkor ez az egész közösség felkarolta, központi témává tette a nő, család és gyermekvédelmet. És úgy tudom, hogy nagyon hamar sokan csatlakoztak, több ház is nyílt itt Magyarországon. Igen, amikor szétszóratásra került 1950-ben a magyarországi szerzetesrendek közössége, akkor itten nálunk 200 nővér volt 1950-ben, ami kis történelmünkben nagy számnak mutatkozott, és több tízezer önkéntesből alakult országos szervezetünk volt, amelynek nővérei, amelynek a tagjai, ezek kültagok, önkéntesek voltak, ellátták a családjuk mellett, kitekintve az ő kényelmes életmódjukba, a mi szellemiségünket képviselve, tehát Farkas Editét és Prohászka Ottokárét, a mi szellemiségünkben felkarolták a legkülönbözőbb társadalmi szükséghelyzeteknek a érintettjeit. Volt börtönmisszió, kórházmisszió, asszonyszövetség, egyetemista lányoknak, lányklubok, és azt lehet mondani, hogy az egész országot behálozták. Erdélyben is voltak házai? Hát ehhez itt bólogatnak a nővértársaim, esetleg megkérdezzük mondjuk Anna nővét, Gabriella nővét, hogy konkrétan akkor, mert én a kutatásaim során őszintén szólva egészen biztos, hogy volt, mert a szétszóratáskor, amikor a Slachta Margittal egy pár nővér eltávozott tőlünk, nem is kevesen, sokan, majd megalapították a Szociális Testvérek Társaságát, akkor ők Erdélyben nagyon nagy mértékben folytatták a mi szociális munkánkat, de az én konkrét kutatásomban, bár hát már elég régen kutatok, konkrét dokumentumokat bevallom, én nem találtam erre, hogy hol volt nekünk és hány Erdélyre. Az egész biztos, hogy mivel Trianon előtt az egész Nagy-Magyarországra kiterjedt a mi szociális tevékenységünk, egész biztos, hogy további kutatásaim alapján ezt is meg tudom majd Csaba testvérnek mondani. Nagyon szépen köszönjük. És akkor ugye a szétszóratás után ugye 90-es években újra szerveződött a közösség, és ami nekem nagyon tetszik az, hogy kint világból visszajöttek, újból magukra öltötték a szerzetes ruhát, és újból felvették
hát azt a munkát, amit a kommunizmus kivett az önök kezéből. Erről egy pár szót, esetleg Gabriella nővér szólna? Tulajdonképpen a szétszóratás után kerültünk mi, akik itt vagyunk, egy közösségbe és együttélésbe, akkor még mindenki a saját munkahelyén dolgozott. Hát nem volt könnyű az az élet akkor, amikor nagy nehézségek közepette, meg kellett vallanunk a hitünket, és nagyon sok nővéreink közül voltak olyanok, akiket akkor még börtönbe zártak meg, meg sokat szenvedtek emiatt. Most én saját magamról hadd mondjam, hogy én, mint pedagógus voltam, nekem nem olyan szempontból volt nehéz a helyzetem, hogy azért számunkérték, vagyis kérték tőlem, hogy a szociális szellemben neveljem a gyerekeket, amire megválaszoltam, hogyha nincsenek megelégedve vele, akkor szóljanak. Aztán utána kaptam még kitüntetést, meg egyebet. Mit tetszett tanítani? Én, hát felső tagozaton is, de alsós képzésem van, tehát csak alsó tagozatra van képzésem, de vidéken tanítottam, és ott az volt, hogy összevont iskolákba, akkor 5.-6. osztályban voltam osztályfőnök, és mindent kellett tanítani akkor tulajdonképpen. Na, de hát igen, volt nehézség nagyon, mert azért sokszor zaklattak tulajdonképpen, de nem engem különösképpen, a munkámat igyekeztem mindig lelkiismeretesen elvégezni, és nem tudtam belém kötni semmiben sem. Tudom, mi nagy hálával tartozunk Gabriella nővérnek és a társainak, mert igazából az ők nagy lelki ajándéka, vagy adománya, vagy felajánlása a Csobánkai otthon. És igazából azért is jöttünk el a fiatalokkal, hogy megköszönjük egyfelől, és hogy ők is lássák, hogy nem csak egy tárgyról van szó, hanem egy lélekről, egy szellemről, Farkas Editnek a lelkiségéről, amiről szeretnénk minél többet megtudni, hogy vázi, azt is, mint ők fiatalok, örökösek, valamilyen szinten tovább tudják vinni. És ezért mondtuk azt is, hogy hát nem csak csodálkozni jöttünk, hanem hát úgy nem tudom mennyire lehet, tudom, hogy vannak önöknek kültagjai, hát én magam is, gondolom néhány fiatal is, hát ennek a kültagságnak tagja lennénk, és esetleg erről a kültagságról egy pár szót tetszene mondani? Én úgy tudom, hogy... Igen. Nehéz feladat beszélni róla. Könnyebb csinálni? Hát igen, csinálni is nehéz. Körülbelül 20 éve tartozom ide a közösséghez, és hát annyit hadd mondjak el, hogy megtartó ereje van ennek a közösségnek, mármint a nővérek közösségének, és gyakorlatilag egy hátteret adtak a munkánkhoz, többiek munkájához is. Évente teszünk ígéretet, akik ide itt jelentkeztek, és vállalnak különböző feladatokat, tehát önkéntes, karitatív munkát, különböző plébániákon, szeretett otthonban, tehát bárhol, ahol erre lehetőség van, és hát nagyon nagy imahátteret biztosítunk a nővérek tevékenységének. Mindannyian választottunk egy bizonyos feladatkört, vagy feladatot, és azt próbáljuk tökéletesíteni, és a nővérek segítségével megtartani és megcsinálni. Ők segítenek minket abban, hogy hát a lelki hátteret adják, és hát ilyen továbbképzésekkel biztosítják azt, hogy lelkileg mi fejlődjünk, és így segítik a munkánkat. Én a magam részéről
azért jöttem ide, és azért csatlakoztam a nővérekhez, mert gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. Volt egy indítatásom, hogy hagyjam ott a jól kereső, jól fizető szakmámat, és hát azért jöttem ide, mert úgy olvastam a honlapjukon, hogy fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkoznak. És aztán kiderült, hogy ez a honlap egy régi honlap volt, de én már itt maradtam, és az egyik nővér segítségével jutottam el a Vakok Batthyány otthonába, és hát ott vezettük többen a szeretett szolgálatot, amit a tizedes diákoknak kell végezni. A Ferences gimnázium és a Pérista gimnázium diákjaival vezettük ezt a szeretett szolgálatot éveken keresztül, és akkor ez a tevékenység hát azt késztette bennem, hogy elméletileg is képezzem magam, és akkor hát felnőtt idősebb fejjel végeztem a rezidenciát, és ez segítette a továbbiakban a munkámat. És jelenleg az én önkéntes tevékenységem, itt a szeretett otthonban vagyok lelki gondozó, és a kórház lelkészségnél vagyok beteglátogató. Köszönjük szépen, és további kitartást kívánunk a munkához. Köszönöm szépen. Ehhez egy érdekes dolgot, hogyha hozzátehetek, hogy egyszer megszólalt a telefon, egy férfi hang, és azt kérdezte, vagy mondta, hogy hát olyan közösséget keresek, ahol gyerekekkel foglalkoznak. És akkor én mondtam, hogy én, mint pedagógus, én akkor már értelmi fogyatékosokkal is foglalkoztam ugyan, de hogy csatlakozna valahogy hozzánk, de mondom, különben pedig mi szerzetesek vagyunk, és inkább most más vonalon szeretnénk a közösségünket építeni. És akkor a Évike, vagy akkor derült ki, hogy a férje hívott fel engem telefonon, hogy a feleségem mindenáron valamilyen olyan szociális tevékenységet akar végezni a munkája mellett, ami hasznosát teheti, és kimondottan a gyerekekkel való foglalkozást. Így került ő ide hozzánk, mert akkor azt hiszem, hogy akkor mondtuk, hogy hát akkor próbálja meg a Vakok Intézetébe, hogy ott nagy szükség van ott a segítségre, és hogy ott gyerekeket is talál. És te hozzáteszem, amit ő most nem mondottál, hogy tulajdonképpen volt egy nevelt gyereke, vagy van is még, vagy hogy mondjam, mert egy kislányt fogadott, akkor nem úgy, hogy ott lakott volna, de állandó ellátással és segítséggel és mindennel. Én tulajdonképpen nevelték azt a kislányt, egy vak kislányt, igen. Egész felnőtt koráig. Igen, még most is valamennyire tart a kapcsolat, de most már azért, mivel annyira felnőtt, akkor most kicsit most már úgy érzi, hogy ő már kellett engedni vált. Igen. Én nagyon szépen köszönöm ezt, és tetszett említeni, hogy Edith írt egy imát, amit önök minden nap elmondanak. Igen, a alapító anyja. Igen. És hogyha ezt az imát együtt elmondhatnánk, akkor nagyon az egy szép végszó lehetne. Hadd mondj, egészítsen még ki a mondani valómat, mert hogy akkor, amikor még virágszó, legálisan működő közösség voltunk Magyarországon, akkor azt már tudja Csaba testvér meg kedves vendégeink, hogy ki mindenki segített minket. Azok most már részben vannak csak meg, viszont a Jóisten különös gondviselése folytán a mi szellemiségünk ebben nagyon beilleszkedő, szakmailag és elkölcsileg nagyon-nagyon
hisszük, hogy a Jóisten rendelte nekünk a világi munkatársakat, mert se nővér, se kültag már nincsen annyi, mint régen. De a négy intézményünket, van óvodánk, van egyetemi kollégiumunk, két idős otthon, az iskolát már nem tudjuk fenntartani bizonyos körülmények között, a premontreri rendre bíztuk, viszont nem tudnánk fenntartani a világi munkatársaknak a segítségével, és ez nagyon szükséges megjegyezni, hogy nagyon Harkas Edit és Prohászka szellemiségében élnek. Uram Jézus Krisztus, leborulom szent színed előtt, és teljesen elbízom magam. Minden munkámmal, cselekedetemmel neked akarok szolgálni. Örömmel és buzgósággal ajánlom fel neked minden erőmet és tehetségemet. Ígérem, hogy a Szociális Missziótársulat konstitúciójának szellemében pontosan megteszek mindent, amit saját lelkem üdvére, fel a barátaim szolgálatára és a lelkek megmentésére tennem kell. Fogadd kegyesen ezt a felajánlásomat, és áldj meg, Uram Jézus, kegyelmeddel, hogy hivatásomhoz mindig hűmaradjak, és elnyerjem az örök élet boldogságát. Mindent Jézus szentséges szívében, és a Szentlélek Úristen ereje által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen!